4500 résztvevő, több száz zenei közreműködő, 10 nap alatt 130 koncert az Európa Kantáton. Hármas fokozatú hőségriadó, permet kapuk 5 helyen, utak, növények locsolása, ivóvízosztás. Pécsi siker Bakuban, de Koreában is jól szerepelt a Baranyai Vívó. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják július 17-én pénteken. Tartsanak velünk! Egy hét múlva kezdődik az Európa Kantát Pécsett. A Nemzetközi Kórus Fesztiválra eddig 4500 résztvevő regisztrált. Július 24-e és augusztus 2-a között Pécs városa immáron második alkalommal ad helyet a nagyszabású zenei eseménynek. Jövő héten még számos teendő vár a szervezőkre, ennek jártunk utána. Ma pénteken érkezett meg a 25 önkéntes rendezvényszervező a világ 16 országából. A következő héten nekik be kell illeszkedni a 150 fős szervező csapatba, akikkel együtt majd lebonyolítják a 10 napos kórusfesztivált. Van bőven feladat, mondja Móczár Gábor ügyvezető igazgató. Most alakítjuk ki az épületben, ahol a fesztivál központunk van, az irodákat, berendezéseket, számítógép hálózatokat, utolsó sajtóesemények készülnek, a nyomdai anyagok jövő héten szerdán pakoljuk a mintegy 6500 fesztivál táskát, amit a résztvevők és a közreműködő zenészek, önkéntesek, stábtagok, protokollvendégek kapnak majd meg. Úgyhogy jócskán van feladat. Hát ez már most is egy ilyen napi néhány órás alvással járó dolog, de figyelünk arra, hogy senki ne száradjon ki, és senki le ne forduljon az asztal merről alvás nélkül. Óriási attrakcióval készülnek. A fesztivál szíve a közös éneklés. Minden este erre lesz lehetőség a Domtéren. Azonban ezt megelőzvén egy nulladik nap is lesz, amikor 24-én este a Zsolnai Kulturális Negyedben közös éneklésre kerül sor. 25-én szombaton este a Domtéren, a hatalmas óriás színpadunkon lesz a kezdő közös éneklés, és utána pedig egy nagyon színes, rengetegféle programból álló hatalmas nagy megnyitót tervezünk, amin egyrészt bemutatkozik Pécs, Tillai Aurél tanár úr kifejezetten erre az alkalomra írt művét mutatjuk be, elhangzik majd a Sing Sing című fesztivál dalnak a szimfonikus változata is, a legkiválóbb hazai és meghívott külföldi fellépőnk mutatkoznak be, és lesznek természetesen meglepetések is. Mához egy hétre érkeznek a Nemzetközi Kórus Fesztivál résztvevői. Július 24-én este a megnyitó zajlik majd a Domtéren. Nyilvánosságra hozta a legfrissebb egyetemi rangsorát a Center for World University Rankings, a világ legjobb 1000 egyetemét rangsoroló listára a Pécsi Tudományegyetem is felkerült az eredményei alapján. A 893. hely azt jelenti, hogy a PTE továbbra is a világ nemzetközi felsőoktatás top 3,6%-ához tartozik. Összesen 25 000 felsőoktatási intézményt hasonlított össze a szervezet a világ minden részéről. Ebből állították össze az ezres listát. Vendégünk a stúdióban Bódis József, a Pécsi Tudomány Egyetem rektora. Jó napot kívánok, tanár úr! Újabb jó híreket hallani az egyetemről, egy nemzetközi felmérés eredményeként. Mi is ez pontosan, illetve mi ez a jó eredmény? 25 000 egyetemi vagy felsőoktatási intézmény vesznek alapul. Ez még mindig a 3,6%-on belül van, ami összességében nagyon jó. Nyilvánvalóan nem lehetünk elégedettek azzal, hogy van egy süllyedő tendencia, de ebben számos faktor és tényező szerepet játszik, például a csökkenő hallgatói létszám, az ellen különböző stratégiákat alakítunk ki. Ezzel együtt az, hogy az oktatói minőségben 218. hely körül vagyunk, az valami egész komoly büszkeséget jelenthet mindannyiunk számára. Jó lenne fokozni a publikációs aktivitásunkat, nagyon szépen léptünk előre a szabadalmak számában, mert ebben például 500-ak vagyunk a világban, tehát ez egészen jól hangzik. Most már csak az kéne, hogy a szabadalmakból termékek is legyenek, akkor még hasznosabb lenne. Tehát úgy gondolom, hogy összességében jó hír és egy stabil hely, ugyanakkor nem ülhetünk a babérjainkon, vannak teendőink. Jó lenne, hogyha
egyik évről a másik évre nem 20-30 pozíciói romlásról beszélünk, még egyébként jó helyen, hanem ugyanilyen javulásról, vagy még markánsabb javulásról. Abban bízom, hogy azokat a hátrányokat, amelyeket az utóbbi években elszenvedtünk, azokat ki tudjuk küszöbölni. Mire gondolok? Ugye az első körben mi nem nyertük meg a kutatóegyetemi címet és pályázatot, ami címen túl forrást jelent. A második körben megnyertünk, tehát ma már mi kutatóegyetem vagyunk, minden évben valahol 500 millió és 1 milliárd közötti összeg jut kifejezetten tudomány támogatására. Nagy kár, hogy nem kerültünk a kiemelt egyetemek sorába, mert ez plusz 2 milliárdot jelent azon egyetemeknek, akik egyébként oda kerültek. Minek kellett volna megfelelni, hogy oda kerüljön a Pécsi Egyetem is? Hát... Vagy ez összetett? Azt gondolom, hogy a megfelelőség az megvan. Kétségtelen, hogy akik elnyerték, ők előttünk vannak. Mögöttünk viszont nagy az űr, tehát akár be is kerülhettünk volna abba a körbe. Hát nem kerültünk be, nem öröm, dolgozni kell, hogy a következő ilyen típusú kiválasztásnál mi is be fogunk kerülni. Visszatérve erre a nemzetközi rangsorra, ami most látott napvilágot, 25 ezer felsőoktatási intézmény van ezen a listán, illetve azokat rangsorolták, honnan szedték össze. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy inkább amerikai, európai, vagy olyan eloszlásban nézték meg ezeket az intézményeket, hogy azért minden kontinens, minden jelentősebb iskola benne legyen. Alapvetően megkeresték az egyetemeket, nyilván van nekik egy adatbázisuk, és bizonyos kérdésekre nekünk kellett a válaszokat megadni, bizonyos tekintetben pedig hát vannak nemzetközi adatbázisok, amelyekből ők szépen ki tudják halászni azokat az adatokat, amelyekre szükségük van. Én azt gondolom, hogy minden ilyen számszaki jellemzés az jó dolog, ugyanakkor nem kell túl értékelni. A trend fontos, nagyon jó, hogy bent vagyunk az első 1000 egyetemben a világban. Egyébként nem 25 ezer intézmény van a világban, hanem az össze olyan 28 körül van, ahhoz képest meg a 3%-on belül vagyunk, de akit értékeltek, az a 25 ezer egyetem volt a világban. Természetesen a vezető amerikai, vezető európai és hát egyre inkább ázsiai egyetemek viszik el a prímet. Őszintén meg kell mondani, hogy azért más országok többet tudnak fordítani a felsőoktatásukra. Meggyőződésem, hogy sokkal előkelőbb helyen lennének a magyar egyetemek, hogyha a ráfordítást arányában néznék a teljesítményeket, kihúzhatnánk még jobban magunkat. Mennyivel kellene több? Például most meg lehet ezt így mondani? Visszakérdezek. Mennyivel kéne több ahhoz, hogy európai béreink legyenek? A válasz ugyanaz lenne. Tehát azért azt látni kell, hogy egy olyan egyetemen, ahol három nyelven, minimum három nyelven folyik a képzés, ahol az oktatók döntő többsége minimum két, de három nyelven is tud oktatni, azok kint vannak a világpiacon. Az ilyen oktatókra szüksége van bárhol a világon, vezető egyetemekre. És akik elmennek tőlünk, zömmel olyan helyre mennek el, ahol hát nem gond egy uniós átlagkereset, nem gond egy, hogy mondjam, a világ vezető felsőoktatási intézménye jellemző átlagkereset, nem gond egy tudományos munkához forrást találni, stb. Tehát tudnám sorolni. Ahhoz, hogy mi igazán tudjunk változtatni, természetesen magának az intézménynek is kell, tehát egyetemi szinten több mindent kell megtennünk, és teszünk is, de azért nem tudjuk levetkőzni azokat a hátrányokat, ami úgy általában egy magyar országi helyzetből fakad. A mi GDP
az magyar GDP, amire egyébként büszkék vagyunk és jó, de jobb lenne, ha több lenne. Jobb lenne, ha több pénzt, több forrást tudnánk fordítani akár magára a képzésre, akár a kutatásra, innovációra, bár ez utóbbi kettőre úgy látszik, hogy komoly lehetőségek nyílnak meg. Talán lesz egy másodlagos pozitív hatása arra is, hogy az igazán fontos és, hogy mondjam, magasan kvalifikált oktatókat itthon tudjuk tartani, netán haza is tudunk hozni belőlük, akik korábban elmentek. Ez nagyon-nagyon kéne a magyar felsőoktatásnak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és természetesen gratulálok az elért eredményhez. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Hármas fokozatú hőségriadót rendelt el az országos tisztifőorvos július 17-e és július 20-a között Baranya megye területére. Pécs városa a szolgáltatókkal együttműködve a már jól bevált módon igyekszik enyhíteni a forróságon. A vízszolgáltató a város több pontján helyezett el permetkapukat, a Széchenyi téren, az Uránbányász téren, Kertvárosban, a Nagy Imre és a Csontvári utca sarkán többek között, de vasárnap a Vásártéren is felfrissülhetnek majd a vízfüggöny alatt a vásárlók. Mától vízosztó sátrát is megnyitotta a társaság a városháza előtt, ahol hűtött ivóvíz várja az arra járókat. Vasárnap kivételével egy másik kiemelten forgalmas ponton az Árkád bevásárló központ Bajcsi Zsilinszki bejáratánál is osztanak hűsvizet a tetyeforrásház munkatársai a legmelegebb órákban. A permetkapuk ivóvízzel működnek, így biztonságos és egészséges felfrissülést nyújtanak. Nem csak az emberek, a növények is szomjaznak. A közterületeken elhelyezett dézsás növényeket, ámpolnákat fokozottan locsolja a Biocom naponta kétszer is. Pécset egyébként minden elvárást kielégítő mennyiségben és minőségben biztosított a lakosság vízellátása, nincs szüksége a vízhasználat korlátozására vagy locsolási tilalomra. A szökőkutak működés idejét is meghosszabbítottuk. Most már nem este 9 óráig, hanem egészen este 11 óráig működnek azok is. Nagyon fontos, hogy ezekben a szökőkutakban nem lehet fürödni, hiszen fertőzés veszélyes, és természetesen a vízüket nem lehet fogyasztani. Víz ivás céljára 28 darab ivókút áll Pécset rendelkezésre, van azon kívül 6 darab csobogónk is, és 22 szökőkút van összesen Pécset. Ezek inkább a levegő hűsítését szolgálják, látványelemek, de nem ajánlott bennük fürödni. A terrorfenyegetésekkel foglalkozni kell, a legrosszabb, ha alábecsülik azokat, mondta Reményi Péter balkán szakértő csütörtökön a Köztévé csatornáján. Szerdán a szerbiai közszolgálati televízió honlapján számolt be arról, hogy olyan videófelvételt jelentettek meg az Iszlám Állam nevű terrorszervezet feltételezett tagjai, amelyben Szerbiát a Balkán központjaként és a szervezet célpontjaként jelölték meg. A szakértő, aki a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, ezzel kapcsolatban elmondta, nem valószínű, hogy a közeljövőben ugrásszerűen megnőnének a terrorcselekmények Szerbiában vagy a Nyugat-Balkánon, de a fenyegetést komolyan kell venni. Hozzátette, a balkáni muszlimok 5-10%-a tekinthető a radikális irányzat követőjének, ugyanis a szélsőséges eszmék terjedésének a helyi viszonyok jó távtalajt biztosítanak. Mindez Magyarország számára is jelenthet fenyegetést, jegyezte meg, hozzáfűzve, nem valószínű, hogy az ország elsődleges célpontja lenne a terroristáknak. Beta Dániel, a PTE Peac vívója Bakuban az első Európa Játékok egyéni versenyén a legjobb magyar párbajtőr eredményt ért el. 14. helyen végzett, majd a koreai Univerziádén egy egyéni bronzérmet és egy csapat 4. helyet szerzett. Dani a napokban ért haza az egy hónapos versenydömpingről. Nehéz, de sikeres egy hónapon van túl Berta Dániel, míg az olimpiai kvalifikációs időszak miatt hazánkból a második vonal utazott az első európai játékokra, addig a legtöbb ország a felnőtteket vonultatta fel Bakuban. A magyar férfi párbajtőr küldöttség legeredményesebb tagja Berta Dániel, aki 14. lett. Daninak nem sok pihenő jutott, ugyanis Baku után rögtön utazott Dél-Koreába az Univerziádéra, ahol egyéniben sikerült bronzérmet szereznie, de a csapatban is benne volt a dobogós hely. Bakuba erős. Sem volt a mezőny jóval sűrűbb, és hát szakmailag főleg volt, jobbak voltak. Aztán annyiban jobb volt, hogy
jobban helyt tudtam állni, illetve annak örülök, hogy helyt tudtam állni a csoportkörben már, mert az is nagyon nehéz volt, illetve a táblán is nagyon jól vívtam. Az univerziádi meg könnyebb volt, olyan szempontból kicsit hígabb volt a mezőny, többen voltunk, és kicsit felszabadultabban lehetett vívni. Rendhagyó időszaknak tartja a PTE Peac vívó szakosztálya az idei nyarat, hiszen két sportolójuk is eljutott és helytállt világversenyen. A vívók rövid pihenő után kezdik meg a felkészülést. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon szép eredmény, büszkék vagyunk rájuk, és reméljük, hogy nagyon jó példát állítanak a kisebbek elé. A fiatalok pedig augusztusban kezdik meg a felkészülést a hazai versenyekre, és reméljük, hogy tudunk újabb kis embereket megnyerni a sportágnak. A pécsi vívók az augusztus végi Szamárfül Fesztiválon tartják toborzójukat, miközben a leigazolt sportolók már megkezdik a felkészülést az őszi versenyekre. András és Dani pedig a következő világversenyekre koncentrál, hiszen mindketten esélyesek olimpiai kvótaszerzésre. Három megye összefog véradása Dél-Dunántúlon. A vér csak véradással pótolható. Ezzel az elnevezéssel szerveztek véradást Baranya Somogy Tolna megye vérellátói pénteken. Évek óta hagyománya van már a szervezet nyári nagyszabású véradásnak. Pécset többek között a regionális vérellátó központban, a Pacsirta utcában lehetett vért adni. Vendéglátás is társult a véradáshoz, akik 450 ml vér adásával hozzájárultak a régió kiegyensúlyozott vérellátásához, a betegek gyógyulásához, azok pénteken egy doboz sört kaptak ajándékba, és megvendégelték őket étellel, itallal. Idén is lesz Havihegyi búcsú. Augusztus 2-án a Tanac Kulturális Egyesület kezdeményezésére ismét multitéző rendezvényt tartanak Pécs kedvelt városrészében, a Tettyén. A Havihegyi búcsú a templom búcsújához kapcsolódik. A rendezvény napján vasárnap délelőtt 9 órakor indul a gyalogos zarándoklat az Ágoston tértől a Havihegyi templomig, ahogy egykor sokan népviseletben mennek. 10 órakor a templomban magyar nyelvű szentmise lesz, amelynek egyes részei horvátul és németül is elhangzanak. Régi horvát egyházi énekeket őrző asszonyok kórusa is közreműködik. A rendezvény a vallási eseményen kívül egyéb kulturális programot is kínál. Mivel a pécsi horvát önkormányzat ezen a napon tartja a hagyományos horvát napot. Ennek kapcsán a mise után folklór műsor kezdődik a tettyei romoknál délben. A program ötlete Szávai Józseftől, a Tanac Kulturális Egyesület vezetőjétől származik. Híradunk végén főbb témáink röviden. 4,5 ezer résztvevő, több száz zenei közreműködő, 10 nap alatt 130 koncert az Európa Kantáton. 3-as fokozatú hőségriadó, permet kapuk 5 helyen, utak, növények locsolása, ivóvízosztás. Pécsi siker Bakuban, de Koreában is jól szerepelt a baranyai vívó. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!